Üdvözöllek! Ebben a videóban azzal foglalkoznánk, hogy az adataink tárolásának, illetve a biztonsági tartalékmásolatok tárolásának milyen olcsó módjai vannak. Elég gyakran szükség van arra, hogy a különféle adatainkról, fájlokról legyenek azok képek, videók, vagy valamilyen dokumentumok, szöveges dokumentumok, vagy éppen Excel táblázatok, vagy akármik, hogy ezekről biztonsági másolatot készítsünk arra az esetre, hogyha netán a számítógépen lévő példánnyal valami probléma lenne, például tönkre megy a merevlemez a számítógépben, vagy véletlen letörőjük és nem tudjuk visszaállítani, vagy hát egyéb más okból. Illetve nyilván akkor is szükség van adattárolásra a számítógépen kívül, hogy az adatainkat szeretnénk magunkkal vinni, vagy esetlegesen már a számítógépen nem fér el, betelt a merevlemez, vagy már majdnem betelt, ilyenkor is szükség lehet arra, hogy valamilyen külső eszközön tároljuk az adatokat. Ezeknek a legegyszerűbb és viszonylag olcsó módjait néznék meg ebben a videóban. Az egyik megoldás egy pendrive. A pendrive-ok kicsik, könnyűek, a zsebünkben is elférnek, és viszonylag nagy mennyiségű adattárolására alkalmasak. Persze ez esetben a mennyiség az úgy azért relatív, mert attól is függ, hogy milyen jellegű adatokról van szó. Mint az itt látható az árukeresőn, a pendrive-ok nem túl drágák, 32 GB-os van már körülbelül 6000 forintért, de 64 GB-os is csak 9000 forint. 64 GB azért már ugye elég sok mindenre elég lehet, de hogyha itt átváltunk 128 GB-ra, hát akkor abból is találunk, látható 128 GB-os, 15000 forint, hát még ez sem annyira megfizethetetlen, csak ebben az esetben a tárolható mennyiség és az ár aránya az már nem olyan túlságosan jó a másik megoldáshoz, a külső merevlemezekhez képest. Ezt majd mindjárt láthatod is, de például itt van 10.000 forintért is, ez már egy kicsit jobb ajánlat, 128 GB. De van itt 1 TB-os is egyébként, 1000 GB. Hát igen, annak az ára már egy picit úgy gondolom, hogy húzós, nem hiszem, hogy sokan vesznek ennyiért pendrive-ot. A pendrive-okról korábban már készült egy videó, azt célszerű megnézned, mert elég sok dolgot figyelembe kell venni. Hogyha te keresésbe beírod, hogy pendrive és enter, akkor itt van pendrive-ot veszel, erre figyelj. Erősen javaslom megtekintésre ezt a videót, hogyha még nem nézted meg. Szóval a pendrive-ok azok alkalmasak arra, hogy viszonylag nagy, de nem óriási mennyiségű adatot tároljunk. Az előnyük, hát az nyilvánvaló, nagyon kicsik, gyakorlatilag minden számítógépben használhatóak, hiszen USB-n keresztül csatlakoztathatóak a számítógépünkhöz. Hogyha ennél nagyobb mennyiség adatot kell tárolni, tehát ugye a 128 gigánál több, akkor már elgondolkodhatunk más megoldáson is, mert hát láthatod, hogy a 256 GB-os legalábbis ettől a gyártótól már elég drága, itt már nem biztos, hogy nagyon megéri a pendrive-ot megvenni. Nyilván, hogyha a méret rendkívül fontos, akkor hát nagyon más választásunk nincsen. De ha nem olyan fontos a méret és a súly, akkor gondolkodhatunk a külső merevlemezben is. Merevlemezek a számítógépünkben vannak, függetlenül attól, hogy számítógép vagy laptopról van szó. Ugyanakkor vannak külső merevlemezek. Hogyha itt rákeresünk például az árukeresőn arra, hogy külső merevlemez, akkor itt meg is kapjuk a találatokat. Külső merevlemezek ismertető jegye, ahogy az itt látható is, rendelkeznek saját burkolattal, általában eléggé igényes külső burkolattal. Hát ezekből aztán elég nagy a kínálat. Az első probléma vagy kérdés az az, hogy mekkora legyen ez a külső merevlemez. Ezt most úgy értem, hogy kiterjedésre, tehát méretre, nem pedig arra ért, hogy mennyi adatot tud tárolni, hanem hogy kiterjedésre mekkora. Hát most itt pár képet én megkerestem, például itt van egy egészen pici külső merevlemez, hát látható, ez a tenyerünkben is elfér, ennek a súlya sem túlságosan nagy, tápegység külön nem is kell hozzá, csak be kell dugni az USB csatlakozóját, és használható. Következő, szintén egy egészen pici, hát mondjuk egy ilyen telefon méretű, annál talán szélesebb és nem olyan magas, de nem túl nagy, tenyérben ez is elfér. Aztán a következő, ez is egy hasonló méretű, már egy picit nagyobb, de még ez is eléggé elfogadható. Ezek külső tápegység nélkül használhatóak. Aztán itt van egy nagyobb, ez nem konkrétan külső merevlemez, hanem egy külső merevlemezház, erről majd mindjárt lesz szó. De körülbelül ekkora a legnagyobb méretű külső merevlemez. Hát most nem tudom, mennyire látszik így a képből, de ez elég nagy. Hogyha ezt rendszeresen cipelni kell magunkkal egész nap, akkor az nem biztos, hogy annyira kényelmes. Ennek azért már úgy van súlya. Itt van, látható,
Ezekhez tipikusan van tápegység is, tehát ez még egy hátrány a kisebb méretűekhez képest. Persze előnye is van a kicsikhez képest. Ez kell tápegység. Hát nyilván, hogyha nincs arra lehetőségünk, hogy valahonnan áramot vételezzünk a tápegységnek, akkor ez a megoldás kilőve, akkor mindenképpen olyat kell keresnünk, ami az USB-ről megfelelő áramellátást tud kapni. Hát ezek a legnagyobbak, ezek nem olyanok sajnos. És hát akkor menjünk vissza ide a zárókeresőre, és akkor nézzük, hogy ezek hogyan vannak tulajdonképpen. Hát itt kiválasztható a zár meg a gyártó. Kapacitás, hát nyilván az egy fontos szempont, 1-től 500 GB-ig. Az 500 GB azért már nem olyan rossz, nézzük csak ezt meg mennyire adják. Itt van egy 500 GB-os, hát igen, 18.000 forint, pendrive-okkal összehasonlítva lényegesen olcsóbbak, persze lényegesen nagyobbak is. Hát van, amikor szokták egyébként írni a méretüket, a kiterjedésüket, igen, itt van, szélesség hát 8 centi, magasság másfél centi, az nem vészes mondjuk, mélység az pedig 12 centi. Hát ez nem olyan nagyon nagy, ez egy olyan tenyérben elférő jellegű, tenyérben kényelmesen elférő jellegű. Ehhez nem kell külső tápegység. Ezt a legkönnyebben talán abból lehet leszűrni, ha visszamegyünk ide, és itt van, hogy látható áramforrás, elektromos hálózat, vagy USB. De a fordulat számból is ezt le lehet szűrni igazából. Ez a 4200 RPM, meg 5400 RPM. Általában ami kisebb, mint a 7200 RPM, azoknál tipikusan nincs külső tápegység. Van kivétel nyilván, de azoknál tipikusan nincs, de itt is ki lehet választani. Láthatod, hogy itt van egy USB, gyakorlatilag mind USB-ről kapja az áramellátást ezek közül. Ezek tipikusan kisebb méretűek. A hátrányuk viszont, ha megnézzük, fordulatszám, itt van egy magyarázat, minél magasabb a fordulatszám, annál gyorsabban éri el a merev lemez a rajta tárolt adatokat. Tehát ez a sebességgel összefügg. Ha rendszeresen kell másolni sok fájlt, hát akkor ez azért észrevehetően lassabb lesz, mint a 7200 RPM-es merevlemez. Ebben az esetben megfontolandó, hogy inkább 7200-asat vásároljunk, de most ezt kiválasztjuk. Kapacitást most kiveszem, és csak ez legyen beérülve. Akkor látható, hogy igen, elektromos hálózatot igényel 55, USB-ről megy 18, tehát ezek között is találunk olyat, amelyek nem igényelnek külső áramellátást, tehát tápegységet, de ilyen lényegesen kevesebb van, 18, míg ami igényel külső áramellátást, az 55. Tehát tipikusan ezek olyanok, amelyekhez tápegység kell, és ezeknek a méretük is hát lényegesen nagyobb. Remélem ennél is lesz méret írva. Hát igen, szélesség 135, majd 15 centi, magasság közel 5 centi, mélység 13 centi. Hát ez is majdnem 15. Hát igen, ez egy eléggé nagyméretű, és hát 1 kiló, azért az nem olyan nagyon kevés, ahhoz legalábbis, hogy magunkkal cipeljük. Nyilván itt el kell különíteni kétféle esetet, hogyha rendszeresen szeretnénk magunkkal cipelni, és a másik eset, hogyha ezt nem szeretnénk sehova se cipelni, hanem például otthon tároljuk, akkor úgy különösebben ez a méret ez nem jelent problémát, az egyetlen hátránya, hogy a tápegységet az persze mindig be kell üzemelni hozzá, nem elég az, hogy csak bedugjuk az USB-re, és akkor használhatjuk. Viszont ez gyorsabb, mint a kisebb méretűek, látható itt van 5400 RPM, amelyiknél a fordulatszám alacsonyabb, azért az lassabb. Úgyhogy ha rendszeresen nagy mennyiség adatot, és főleg sok kis fájlt szeretnénk átmásolni, akkor hát ez előnyösebb mindenféleképpen a 7200 RPM-es. De nyilván itt össze kell vetni a szempontokat, mi a fontosabb nekünk, ha cipelni szeretnénk magunkkal, akkor nyilván nem szeretnénk magunkkal cipelni egy ilyen kilós merevlemezt. Itt látható, itt van ennek a kicsinek a súlya 230 g, majdnem, hogy csak ötöde, de legalább negyede ennek. És azért az eléggé jelentős ahhoz, hogy magunkkal cipeljük. Hát nyilván el kell dönteni. Hogyha otthon használjuk, akkor ez igazából tökéletes választás lehet, mert gyorsabb, mint az alacsonyabb fordulatszámú és ezáltal kisebb méretű merevlemezek. Hát aztán ami fontos jellemző, USB 3 csatlakozó, célszerűnek látom USB 3-asat venni, persze ez az adott számítógépnek is rendelkeznie kell 3-as USB-vel, hogy ki tudjuk használni ennek a nagyobb sebességet az USB 3-nak. Hogyha lehetőség van rá, akkor vásároljunk USB 3-asat.
A cache mérete, nézzük az mit jelent, a merevlemez cache minél nagyobb, annál több alkalmazást tud elindulni cache-ből, ez pedig gyorsabb programfuttatást jelent. Hát, hogy egy külső merevlemez esetén ennek mennyire van értelme, az mondjuk kétséges, de nem baj, hogyha nagyobb méretű a cache. És hát igazából ezek fontos jellemzők, amiket figyelembe kell venni külső merevlemez esetén. Másik lehetséges megoldás, megnyitom inkább egy újabb lapon, van olyan megoldás, hogy külső merevlemez ház. Így. Ahogy a nevében is benne van, ez merevlemezház. Ebbe beleteszünk egy nem ilyen külső merevlemezt, hanem egy hagyományos belső merevlemezt. Ami ugye, rákeresek belső merevlemez, hát ugye ez így néz neki, így csupaszon. Ezt így nyilván nem tudjuk használni a számítógépünkön kívül, mert hát csatlakoztatni is kéne valahogy a számítógéphez. Erre kínál megoldást egy ilyen merevlemezház. Ránézésre ez nagyjából úgy néz ki, mint ezek a külső merevlemezek, csak ebben nincs semmi, hát az árából is látszik 3700 forint. Itt van a merevlemez méret, 3,5 col. Ez a hagyományos nagy méretű merevlemez, ez tulajdonképpen ennek felel meg méretben. Nem is értem egyébként, hogy itt miért nincsen ez a méret feltüntetve, hogy hány colos. Ugye vannak ilyenek, hogy 1,8, meg 3,5, meg 2,5 colos. 3,5 ez a legnagyobb, a 2,5-es az már a kisebb. Ugyanígy a belső merevlemezeknél, ha megnézzük, itt van 3,5, itt jelzik. Ehhez kell egy külső merevlemezház, hogyha kint szeretnék használni a számítógépünkön kívül. Itt van, hát látható, merevlemez méret 3,5. Ezek nem túl drágák igazából ezek a merevlemezházak. Persze itt is elég nagy az ártartomány. Ugyanakkor itt van a kicsi merevlemez méret, 2,5 colos. A 2,5 colos lemezeket tipikusan a laptopokban találjuk meg, hiszen ott nincs akkora hely, hogy beletegyünk egy ilyen nagyméretű 3,5-es merevlemezt. Nyilván olyan merevlemez házat kell venni, amekkora merevlemezt veszünk. Ha szeretnénk magunkkal cipelni rendszeresen, akkor a 2,5-es az jobb választás, hiszen az jóval kisebb, mint a 3,5-es. Ezeknek külső tápegység nem is kell, USB-ről táplálkoznak, arra kell odafigyelni, hogy van amelyik 2 USB-t igényel, tehát rögtön 2-t elhasznál a rendelkezésre álló USB-k közül. Szóval megtetjük azt is, hogy veszünk egy ilyen merevlemez házat, és veszünk hozzá egy belső merevlemezt. Beletesszük a házba, és akkor ugyanúgy használhatjuk, mint ezeket a külső merevlemezeket. Mi ennek az előnye? Hát nézzünk egy árösszehasonlítást oly módon, hogy itt egy, hát most legyen ez a nagy méretű 3,5-es 7200 RPM-es, valami 1 terabyte körül itt. Itt van például egy 1 terabájtos. Ez 21.000 forintba kerül, így külső merevlemez formájában. Hát nagyjából talán az lesz a legkisebb ár, hogyha jól látom. Na mindegy, induljunk ebből, tehát 21.000 forint. Ha megveszünk egy belső merevlemezt, 1 terabájtosat, nézzük csak az mennyibe kerül. Hát van itt 15-ért, meg van 13-ért is. Mondjuk legyen akkor ez a 15.000-es. Egy merevlemez ház, egy 3,5-es, az pedig 3000. Tehát látható, hogy tulajdonképpen, hogyha veszünk egy merevlemez házat, meg bele egy merevlemezt, akkor lehet, hogy még jobban is járunk, de bizonyosan nem lesz drágább, mintha egybe megvennénk. De mi ennek az előnye? Hát nyilván az, hogyha ebből veszünk egy terabájtosat, akkor kifizetjük magát, tulajdonképpen a burkolatot is, tehát a házat, amit egyébként külön is meg tudunk venni. Veszünk egy ilyen házat, tönkre megy a merevlemez, amit beleveszünk, akkor semmi gond nincsen, a ház az nekünk megmarad, vehetünk bele egy újabb belső merevlemezt, hogyha éppen tönkre menne. Ugyanakkor, hogyha a külső merevlemez tönkre megy, akkor ott kidobjuk az úgymond burkolatot is, tehát a házat is kidobjuk, meg a merevlemezt is kidobjuk. Ezzel ellentétben, hogyha veszünk egy külső merevlemez házat, meg bele egy belső merevlemezt, akkor ugyanazt kapjuk, mint ez, gyakorlatilag, a normális külső merevlemez, csak hogyha tönkre megy a merevlemez része, akkor nekünk a ház az még mindig megmarad. A tápegységgel együtt persze. Mert ugye a 3,5-esekhez tipikusan mindegyikhez kell külső tápegység is. Tehát ebben az esetben a külső tápegységet is ki kell fizetnünk. De semmi garancia nincsen arra, hogyha veszünk évek múlva még egy külső merevlemezt, akkor ahhoz pontosan illeni fog az a tápegység, mint az előző merevlemezhez. És ráadásul, hogyha a 3,5-eset veszünk, akkor annál megint kifizetünk még egy tápegységet gyakorlatilag. Tehát ez miatt megfontolandó egy ház vásárlása, és abba egy merevlemez. Most, hogy éppen milyen méretűt veszünk, hát ebből is van 2,5-es, mint az látható. Sőt, 1,8-as is van, már nem túl sok. 2,5-esből van rengeteg, meg a 3,5-esből van rengeteg. Meg van ilyen kombó is, hogy 2,5-3 fél.
Tehát igazából ebből ugyanúgy össze tudjuk állítani, mint hogyha így egybe megvennénk. Hát nyilván ennek annyi előnye van, hogy ez gyárilag össze van szerelve. Talán ilyen szempontból egy picit megbízhatóbb, mint egy utólag összerakott, de tulajdonképpen ezzel sem szokott úgy nagyon probléma lenni. Hát mindenki megfontolhatja, hogy melyik a szimpatikus neki. Ezen kívül még a külső SSD-k is említést érdemelnek. Az SSD-k azok ugye ugyanolyanok, mint a merevlemezek, annyi különbséggel, hogy mozgó alkatrészt nem tartalmaznak. Sokkal gyorsabbak, mint a merevlemezek, illetve mechanikai sérülésekkel szemben sokkal ellenállóbbak is. Külső merevlemezként is kaphatunk már SSD-t egyébként. Külső SSD, nem tudom, így lesz-e rá találat. Igen, itt van látható külső SSD. A méretük ezeknek sem túlságosan nagy. 26 gram, ráadásul a szélesség 5 centi, magasság nincs egészen 1 centi, és mélység 70 mm, hát 7 centi. Hát ez nem egy túlságosan nagy méret, és a súlya nagyon minimális, 26 gram. Tehát SSD-ből is kaphatunk, csak hát ezek jó drágák, 250 GB-os 40 ezer forint jelenleg, tehát ez még így nem igazán ténylegesen számításba jöhető alternatíva. Jelenleg a pendrive és a merevlemezek, külső merevlemezek, vagy az általunk készített külső merevlemez, egy külső merevlemez házból, meg egy belső merevlemezből összerakott külső merevlemezek, azok, amelyek az adatok tárolásának leginkább megfelelő formája, abban az esetben, ha nem a számítógépen szeretnénk tárolni, hanem kívül. Annyit még megemlítenék, hogyha a biztonsági másolatok, biztonsági mentések, tartalékmentések készítése céljából használunk külső merevlemezt, akkor a célszerű a számítógépünkről leválasztva, tehát ne legyen mindig bedugva tárolni, mert így lesz igazán biztonságos. Tehát átmásoljuk, vagy használunk valamilyen programot arra a célra, hogy elkészüljön a biztonsági másolat, és akkor szépen kihúzzuk, aztán számítógéptől távol tároljuk a lehető legbiztonságosabb helyen. Tehát semmiképpen nem jó megoldás az, hogyha a számítógépünkre csatlakoztatva van folyamatosan, főleg a manapság divatos zsaroló programok miatt, amelyek aztán végigmennek a csatlakoztatott külső merevlemezeken is. Így a biztonsági másolatunk olyan, mintha nem is lenne. Emiatt aztán nem célszerű a biztonsági másolatokat folyamatosan számítógépre kötve tárolni.